Hát sziasztok, jó reggelt mindenkinek, meg napszak szerint, ahogy majd meghallgatjátok. Ez a reggeli videóm, ez foci videó lesz, elég rövid. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a Ferencváros már több ízben ajándékozta meg a Kecskemétet jó játékosokkal. Tehát természetes, hogyha kölcsön adnak játékosokat, akkor azokat valamikor visszakérik, és ha használhatók, akkor megmaradnak a Fradinál. Jelen helyzet szerint ugye Katona Bálint van ott nagyjából a közepén a történetnek, hogyha kicsit jobban fog játszani, akkor lehet, hogy Cselcsaszovnak szüksége lesz majd a bajnoki mérkőzésekre rá. Kupa meccseken azért nem gondolom, de a bajnokikon valószínűleg igen. Viszont van ennek a történetnek egy másik oldala, ez pedig az, hogy ahogyan mondtam, hogy a Fradi ad játékosokat a Kecskemétnek, és ez most a kupa szempontból, a nemzetközi kupa szempontjából nagyon jól jön a Kecskemétnek, ugyanis úgy hírlik, hogy több mint beszélgetés tárgya az, hogy Imbor Patrik és Nagy Olivér két játékos átmegy majd a Kecskemétbe, a következő idényben ott fognak játszani. Ugye a két történet az két különböző történet egyébként, mert az Imbor Patrik az utánpótlás válogatottnak egy alapjátékosa, Vasasban játszott, Vasasban volt kölcsönadva a Fradiból, és egy olyan 60 körüli meccset két idényben játszott a Vasasban, és lehet, hogy meglepőt mondok, és azt mondjátok, hogy mi a fenének kell a Kecskemétnek egy kiesett csapatnak a középhátvédje, de megnézitek az ezzel kapcsolatos statisztikákat, akkor látni fogjátok, hogy a Vasas nem azzal esett ki a bajnokságból, hogy rossz lett volna a védelme, hanem azzal esett ki, hogy a középpályás és a csatársor az gyakorlatilag impotens módon viselkedett a pályán. A helyzetek kialakításában is borzasztóan gyengék voltak, de a kialakított helyzetek értékesítésében rendkívüli módon, úgyhogy nem meglepő a kiesés ebből a szempontból, de a hátvéd sorban különösen középen, Imbor és Otikba az rendben volt. Így gyanítom, hogy Otikba sem marad majd az MB2-es sorsosban, mert hogy nem kéne, hogy maradjon. Tehát az a srác, az meg ugye egy idősebb évjárat és rendkívül tapasztalt, nagyon remek hátvéd. Ugye nekem lenne egy magyar csapatom, biztosan elvinném oda, de hogy Imbor, aki 20 éves, nem maradjon, az teljesen alapvető volt. Viszont őszintén mondom nektek, hogy nem nagyon értem a Ferencváros vezetőségét, mert Imbor a magyar bajnoki mérkőzéseken rendkívül jó lett volna kiegészítve Sissét, Abenát, Knustert, és ha nem viszik el, akkor Szemi Májét. Bár egyébként az, hogy a két Májét testvér elmegy, az igen valószínű. És ennek nem elsősorban a Szemi Májé az oka, természetesen nem Ryan Májénak a borzalmas lenéző viselkedése, amivel a ferencvárosi közönség finoman szólva nem szimpatizál, teljes joggal egyébként. De visszatérve a lényegre, tehát a Fradi úgy tűnik, hogy úgy döntött, hogy nem kell Imbor, és kölcsön adják a Kecskemétnek. Ugye a Kecskemét jól jár vele, kifejezetten belső védőket megerősíti, válthatóvá teszi, és Nagy Olivér is, aki főleg jobboldali futó, ő ugye a Soroksárból jön, de a Soroksár az a Fradi fiúk csapata, tehát tulajdonképpen őt is a Fradi adja kölcsön. Ő is úgy tűnik, hogy ott fog játszani a Kecskemétben. Tehát azt kell mondjam nektek, hogy a Kecskemét nyugodtan, kiegyensúlyozottan, ügyesen erősít. Meglátjuk, hogy ez a nemzetközi kupában mire lesz elég. Szerintem bátrabban kéne nyúlniuk az idegen légiósokhoz, jó idegen légiósokhoz, mert az a magyar labdarúgás egésze szempontjából nagyon fontos volna, hogy egy fordulónál többet menjen a Kecskemét. Hát meglátjuk. Minden esetre azt gondolom, hogy a Fradi nem érheti kritika, hiszen két jó játékost adott át a Kecskemétnek, ugye Nagy Olivér is alapembere volt a Soroksárnak, elmúlt két idényben több mint 60 meccset, minden meccsel együtt, a kupa meg minden meccsel együtt játszott a Soroksárban, úgyhogy két jó játékos lesz az NB1-ben a Kecskemét tagja. De ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, az olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá nemzetközi kupacsapataink, a jó Isten áldjon meg mindenkit.